A Jobbik Konzervatívok párt Miskolcon fogalmazta meg az állam felé tett követeléseit a vízi közmű vagyon államosításával kapcsolatban. Szarka Dénes önkormányzati képviselő és Gyöngyösi Márton európai parlamenti képviselő, a Jobbik Konzervatívok elnöke a Városházán tartott sajtótájékoztatót. A önkormányzatiság helyzete általában ezen keresztül, különösen Miskolc és a miskolci vízi közműnek a egyre problémásabb helyzete. A sajtótájékoztatón Szarka Dénes arról beszélt, hogy a kormány az ellenzéki önkormányzatokat ellehetetleníti, jogköreiket igyekszik elvonni és gazdaságilag megsemmisíteni. A rezsicsökkentési intézkedések és a kompenzáció hiánya miatt kritikus helyzetbe került a Mi Víz is, csak úgy, mint az országban számos vízi közmű szolgáltató. A politikus azt mondta, a kormány a tudatosan felépített folyamat végén bejelentette, hogy államosítani akarja a teljes vízi közmű vagyont. Számunkra, a Jobbik Konzervatívok számára az elsődleges cél, és az elsődleges feladat az, hogy a miskolciaknak az ivóvízellátása továbbra is biztonságban legyen, minden miskolci család fürdőszobájában, konyhájában a csapból folyjon a víz, mi ennek érdekében fogunk minden szükséges lépést megtenni. Ugyanakkor a konzervatív az önkormányzatiságban bízó és hívő közösségként továbbra is fenntartjuk azokat a követeléseinket, amelyeket már a tavalyi évben megfogalmaztunk a kormány felé, mégpedig a korábban említett közművezeték adó bevételeinek a hálózatfejlesztésre való fordítását. Szarka Dénes hozzátette, azt is követelik, hogy a korábban felhalmozódott veszteségeket a kormány kompenzálja és törölje el az ivóvízellátás és a szennyvízkezelés áfáját. A demokráciák és a jogállamok általában arról ismerszenek meg, hogy a központi hatalom mennyi teret enged az önkormányzatoknak és a helyi politikának. Gyöngyösi Márton, a Jobbik Konzervatívok elnöke úgy fogalmazott, a demokráciákban és a jogállamokban általában a helyi politikának nincs korlátja. Szerinte az államnak egyedül ott kell beavatkoznia, ahol helyi szinten nem tudnak megoldásokat találni a helyi problémákra. Ma Magyarországon sajnos az önkormányzatiságot rettenetesen legyöngítették az elmúlt években, elvonták a jogköröket, elvonták az önkormányzatoktól azokat az eszközöket, amelyekkel működhet, és amelyen fenntarthatóan tudja a helyi közösségek életét irányítani. Ez is egy olyan pont, ami miatt Magyarországot, a magyar kormányt nagyon komoly kritika érte. A Jobbik Konzervatívok elnöke a 2024-es önkormányzati választásról elmondta, hogy országszerte a párt azt fogja támogatni, aki helyben ismert jelölt, és akinek van esélye legyőzni a Fidesz jelöltjét.